A Hitélet mai műsorában Holnap is fel kell a nap címmel láthatnak dokumentumfilmet dr. Ortutai Elemér, görögkatolikus pap, teológiai tanár életéről és munkásságáról. Dr. Ortutai Elemér oroszlán részt vállalt a görögkatolikus egyház megmaradásáért és újraindításáért vívott harcban Kárpátalján a múlt század végén. Földem Kárpátalja, csodálatos föld. Csendes, nyugodt helynek látszik, ahol szívesen telepszik meg, és ver gyökeret minden ember. Ezt a földet nem csak a természet, a Tisza és a tiszta levegő táplálja, de föld népének, Esze Tamásnak, Zrínyi Ilonának, Romzsa püspöknek, Orosz Péternek, a névtelen szolyvai magyaroknak, azaz e föld hőseinek, hitvallóinak, vértanúinak példája, alázatos munkás élete és vére termékenyítette meg. Ennek a földnek vagyok a szülöttje, és ennek a népnek vagyok a papja. Ortutai Elemér hitvalló görögkatolikus pap, teológiai tanár 1916. június 2-án látta meg a napvilágot Ungváron. Édesapja, Ortutai Jenő, görögkatolikus kanonok, szentszéki tanácsos, magyar országgyűlési képviselő volt. Édesanyját pap Ilonának hívták. Ortutai Elemérnek két testvére volt, Angyalka és Béla. A család 1921 és 1925 között a Huszti járásban, Kövesligeten élt, ahol Ortutai Jenő görögkatolikus papként szolgált. 1925-ben Beregszászba költözött a család, s Ortutai Jenő aktívan részt vett a katolikus hitéletben és közreműködött a város társadalmi kulturális életének vezetésében. Lelkipásztori tevékenysége elismeréseként Gebé Péter munkácsi püspök 1925-ben Beregszászi kerületi esperessé, majd 1929-től szentszéki tanácsossá nevezte ki. A gyermek Elemér az elemi iskola első és második osztályát Kövesligeten, a harmadik és negyedik osztályt Beregszászban végezte el. Ezt követően a Beregszászi állami reálgimnázium diákja volt, ahol 1935-ben szerzett érettségi bizonyítványt. Apám Beregszászon járt iskolába. Jó tanuló lehetett, bár nem mondta. Inkább az ellenkezőjével dicsekedett. Például azzal, hogy feltűrt ingújjal, de kesztyűben volt illendő a menő fiúknak vagánykodni télidőben. Vagy hogy dicsőség volt csenyelvből szekundát kapni, mert a magyar hazafi mindent negligál, ami cseh. Vagy hogy, mint úri gyerek, kénytelen volt zongora órára járni, járt is szorgalmasan 17 évig, de még a boci-boci tarkát sem tanulta meg rendesen. A fociról is szeretett beszélni, amit ő is tudott, középhátvéd volt az iskola csapatban, de különösen büszke volt Béla öccsére Tutira, aki a Fradiban is játszott és országos bajnok is lett vele egyszer. De akkor is jó tanuló lehetett, ha erről nem beszélt, hisz már a gimnáziumban megtanult latinul, mellette franciául folyékonyan. A ruszint anyanyelvi szinten beszélte. Azt hiszem, a történelmet, a magyar nyelvet és az irodalmat különösen szerette. Nagyra tartotta Ady Istenes verseit, dolgozatokat írt róla. Mire Ortutai Elemér leérettségizett, eldőlt, hogy édesapja hivatását követve ő is a papi pályára lép. Először Ungváron, majd a csehországi Olmützben járt teológiára. A cseh nyelvet is könnyen elsajátította, bár voltak nehézségei vele az Olmützi Egyetemen. Az első év végén csak úgy tudott például a főtájból cseh nyelven levizsgázni,
hogy egy egész vastag könyvet kívülről bevágott. Csak nem fogok bukott diákként szégyenszemre Beregszászra hazakullogni, indokolta meg ezt az elhatározását nem egyszer. Úgyhogy az évvégi vizsgán még a cseh tanár is gratulált neki kitűnő feleletéhez és jeles tagot. Pedig a tananyagnak több mint a felét nem is értette. Nem volt kedvem papnak menni. Véres verítékkel tanultam. Ó, de sokszor mondtam már, abba hagyom. Elmegyek falusi tanítónak, vagy tornatanárnak. Hortótai Elemér Olmütz után Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. 1941-ben szerzett doktori címet. Disszertációjának témája a keleti egyház nyilvános istentiszteletei. 1942. március 24-én avatták doktorrá. Közben megnősült, felesége Vitéz Gabriella Budapestről származott. A pár Beregszászban ismerkedett meg egymással, 1941. szeptember 20-án kötöttek házasságot a budai Flórián templomban, az esküvőt pedig az ungvári koronaszállóban tartották meg. A házasságkötés napjára jól emlékszem, mert minden évfordulón nekünk, gyermekeknek kötelességünk volt szüleinket felköszönteni. Szó sem lehetett róla, súlykolta belénk jóapánk, hogy anyánkat ne tiszteljük meg ezzel. Haragudott, elfelejtettük. Hortótai Elemért 1941. október 5-én szentelte pappá az ungvári püspöki palota kápolnájában Sztojka Sándor püspök. Ezután 1945. április 20-áig az ungvári fiú- és lánygimnázium hittanáraként, valamint cserkészparancsnokként működött, miközben székesegyházi, majd ungvár ceholnyai káplán volt. 1945-ben teológiai tanár lett Ungváron, ahol Romzsa Tódor püspök eltávolítása után 1947 és 1948 között filozófiát és görög nyelvet tanított. Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Erzsébet gimit bejárta, amikor a Muszka bejött 44-be, akkor én a negyediket befejeztem, és Hortótai Elemér tanított engem hittanra mindvégig. Csak úgy hívtuk őt, hogy öcsi bácsi. És mikor találkoztam legelőször vele a poliklinikán, mikor megjött a lágerből, és mondom, öcsi bácsi, és olyan megviselt volt. Azt mondja, hát ha öcsi bácsi, akkor te a diákom vagy. Mondom, igen, én vagyok a Luták lány, meg a húgom is. Öcsi bácsi, tetszett minket tanítani. Fölszenteltek 25 és fél éves koromban. Rögtön kineveztek a két gimnáziumba, a fiú meg a lány gimnáziumba hittanárnak. És cserkész parancsnok volt a fiúknál is, és a lányoknál is megszerveztem a cserkészapatot. A hobbim is volt a nevelés és a tanítás. Diákkoromban is mindig én voltam a futballcsapat kapitánya, a cserkész parancsnok őrsvezető. Úgyhogy a kinevezés után rögtön megszerveztem a futballcsapatot, a cserkész csapatot, tudtam velük focizni, az öcsém a Ferencváros nagyjátékosa volt. Én is szerettem a sportot, csak a fiatalokkal foglalkoztam. Fényes karrier várt jó apámra. Már fiatalon kitűnő hitszónok volt, hittant és latint oktató tanár a híres nevezetes ungvári Truget gimnáziumban, ahol egykor Dajka Gábor és Szabó Dezső is tanított. Tanítványai mind szerették. A fiúk, mert még focizni is leállt velük, a lányok meg azért, mert hát jó képű volt, sármos és okos. És mindig mindenkivel igazságos. Ungváron divat lett belőle magánórákat venni latinból. Volt is annyi tanítványa, mesélte, mint a nyű, és pénze is annyi, mint a pejva. A gazdag családok gyermekeit megvágta, nem adta olcsón a tudományát, de a szegényeket ingyen tanította. És ezen kívül boldog fiatal férj és apa volt. Kell ennél több egy 26 éves fiatal, ambíciózus férfinak? A lába előtt hevert az egész világ. A házaspár első gyermeke, Péter, 1942-ben született meg, egy év múlva pedig újabb fiúval bővült a család, aki a keresztségben a Tamás nevet kapta. 1945-ben látta meg a napvilágot Mária lányuk,
majd 1948-ban Jenő fiúk. A házaspár legkisebb gyermeke, Csaba, jóval később, 1957-ben jött a világra. Addigra azonban minden megváltozott. Az ellenség elérte határainkat. Végig a Kárpátok ősi hegykoszorójára felvonult a magyar honvéd, hogy szembenézzen a kelet felől ránk törő veszedelemmel. A vadregényes bérceken a honvédség kitűnő állásokban, korszerű fegyverzetével és az ősi magyar vitézi szellemmel védi hazánk ezeresztendős szent földjét, keresztény kultúránkat és mindazt, amiért élnünk érdemes. A Vörös Hadsereg 1944. októberében érte el Kárpátalját, melyet 1945. júniusában a Szovjetunióhoz csatoltak. Addigra megkezdődött a lakosság szűrése. 1944 őszétől a 18 és 50 év közötti magyar és sváb lakosság nagy részét lágerekbe vitték. A civil lakosság mellett az egyházat sem kímélték a szovjet felszabadítók. A kárpátaljai görögkatolikus egyházat Pravoszláviába akarták kényszeríteni. Hogy céljukat elérjék, 1947. október 30-án megölték Romzsa Tódor püspököt, aki határozottan elutasította a Rómával való egység megtagadását és a pravoszláv egyházba való áttérést, s erre szólította fel a papokat és a híveket is. Az egyházfő halálát követően megkezdődött azon papok letartóztatása és lágerekbe hurcolása, akik nem voltak hajlandók behódolni az új rendszernek. A katolikus hívek ellen rágalomhadjáratot indítottak. Templomaikat lefoglalták, mindennaposak voltak a letartóztatások, a kirakatperek, a szibériai számüzetések, börtönbüntetések és merényletek. Ortutai Jenőt 1945-ben a szovjet hatóságok letartóztatták, és koholt vádak alapján 10 évi javító munkatáborra, 5 évi polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 1950. december 24-én halt meg. Sírját mindössze egy L36 feliratú fatábla jelzi. Felszabadítóink azzal kezdték, hogy nagyapámat és a hozzá hasonlókat, magyarokat, ruszinokat, zsidókat, nációra való tekintet nélkül, akiket azzal lehetett vádolni, hogy ilyen vagy olyan bűnt követtek el az átkos fasiszta rendszerben, begyűjtötték. Majd koncepciós perekben elítélték őket 10-20 évre, és természetesen vagyonelkobzással sújtották, míg másokat Málenki robotra vittek. És történt még jó néhány más, a nemzetközi jogokat is mélységesen sértő disznóság. Ezek egyike volt a görögkatolikus egyház betiltása, majd az ezt követő felszámolása. Ez a papi családok kitelepítését jelentette az ungvári püspöki palotából, illetve mindazoknak a görögkatolikus papoknak 25 évi kényszermunkára való elítélését, akik nem voltak hajlandóak hitüket megtagadni, és a pravoszláv egyházhoz való csatlakozást aláírni. Aki nem írt alá, azt 25 évre elítélték, és a gulág valamelyik koncentrációs táborába száműzték. Marhavagonokban vitték az embereket, több ezer kilométereken át, étlen szomjan. Bejöttek a testvéreink. A gimnáziumból persze elbocsátottak. Hát, hogy úgy mondjam, a gimnáziumot ugyancsak elbocsátották. Ezután én káplánkodtam is az ungvári plébánián, és végeztem, amit egy káplán végez. Mise, temetés, esketés. Eljött, elérkezett az az idő, mikor nekem is nap-nap mellett bizonyítanom kellett, hogy mindabban, amire tanítottam tanítványaimat és cserkészeimet, abban hiszek. Nekem nem volt szabad megbotlanom, mert magammal húztam volna azokat, akik belém kapaszkodtak. Ortutai Elemért 1949. augusztus 29-én tartóztatták le. 1949. október 20-án 25 évi kényszermunkára, 5 évi polgári jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték. 2-3 hétig kialvat, mint letartóztatott, kialvatásra vagyok, és hát semmit se tudnak ráfogni. Nem szittem a kommunistákat, nem szittem a Szovjetuniót, csak cserkész, meg ezt hasonló voltam. 2-3 hét múlva
azt mondja a nyomozó, hogy hát, ortutáj, orosz hangsúlyjal, hogy úgy néz ki, hogy magát holnap hazengedjük. Jön a holnap, már hogy búcsúzunk, hogy nem jövök már vissza közétek, amikor szokatlanul nem egyedül volt ott, hanem hogy hatan voltak ott. És azt mondja, hát, mit csodáljuk, hogy egy fiatal ember, ilyen vallásos, ugye ő nem csinált semmit, csak tanította gyerekeket, és minden nap misézett. Hát igen. Amikor aláírtam ezt a három papírost, az egyik felugrott. Íme a bizonyíték, hogy Ortutai beismerte, hogy erkölcsileg támogatta a fasisztákat, mert december 6-án misézett Hortiért, névnapján, január 30-án Hitler rátette a hatalmat, és március 15-én a magyar fasiszták nemzet ünnepe. Ennek alatt megítéltek el. És akkor minden papnét, görög papnét elbocsátottak munkából, ha nem vált el a férjétől. Feleségemnek is felajánlották a válást. Ő nem volt hajlandó erre. Mert ez olyan megbélyegzés lett volna, hogy beadja a vállópert, mert ő nem akar egy hazáruló férfinek a felesége lenni. És igazat mondott Hira Sándor püspök, aki Karagandában számüzetésben halt meg, 1983. májusában, hogy nekünk nincs jogunk fölvágni, hogy hősök voltunk. Nem voltunk azok. Bennünket a Jóisten kiválasztott, kegyelmével megerősített, és igénybe vette a feleségünket is, hogy ne legyünk aljasok. Inkább meghalunk, de hazánkat, Istenünket nem tagadjuk meg. Engem a Jóisten annyira szeretett, hogy nekem ilyen feleséget adott. 1950. február 2-án Lembergbe szállították Elemér atyát és társait. Onnan Murmanszkba, majd Vorkutába kerültek, ahol egy szénbányában kellett dolgozniuk. Ortutai Elemér 1956. augusztusáig raboskodott Vorkután, ahol előbb szénbányákban, egészsége romlása után pedig építkezéseken dolgozott. 3500-an voltunk a 17-es lágerben. Három olyan embertípus volt a lágerben, akiről 5 perc alatt kiderült, hogy kicsoda. A besugó, a zsidó származású és a katolikus pap. 17-en voltunk görög és római katolikus papok. Szétszórva, különböző barakokban, válogatott társaság jött össze. Rólam közismert volt, hogy magyar vagyok, hogy pap vagyok. A nevemet nem tudták, a nevünket mi ott nem használtuk. Úgy hívtak, hogy Otyec Zakarpacki, kárpátaljai atya. Dolgoztam, kibírtam. 1956. augusztus 20-án szabadultam. Szeptember 1-én érkeztem haza. Mielőtt hazatért, felkereste édesapja sírját Ábeszben. Ortutai Elemér 1956. szeptemberében tért haza Kárpátaljára. 1956. szeptember 1-én délelőtt átrobogott a vonat a Kárpátokon
és Perecseny állomásán állt meg. Ott léptem először hazai földre, és ahogy a mostani pápa, én is letérdepeltem, és megcsókoltam szülőföldemet. Az ungvári állomáson várt a családom, a négy gyerek és édesanyjuk. Csak onnan ismertem fel őket, hogy négyen voltak, és mellettük állt az édesanyjuk. Miután hazaengedték, 17 évet dolgozott az ungvári kerámia gyárban, az utolsó 2 évet annak raktárában. 17 helyen visszautasztották, nem tudta munkára jelentkezni. 17 helyre. Szégyeltem is magamat, hogy feleségem eltart minket. Később értettem meg, hogy ezzel is célja volt a Jóistennek, hogy az akaratomat fejlessze. És akkor nagy nehezen elhelyezkedte. Egy olyan brigádba, ahol mindenki iszákos volt. Ortutai Elemér hazatérte után titokban tovább folytatta papi tevékenységét. Első papi ténykedésem volt, hogy 70% sikerült meggyőzni őket, hogy legalább korlátozzák az ívást. Így kezdtem lassan szakmában dolgozni. Nyugdíjba vonulását követően pedig illegális papképzéssel foglalkozott, annak ellenére, hogy folyamatos rendőri megfigyelés alatt állt. Hozzá kapcsolódik az Egyszemélyes Teológiai Akadémia intézménye. 1989-ig 18 fiatalt készített fel a papságra, akiket titokban szenteltek pappá. Úgyhogy ez minden ilyen barátság volt öcsi bácsival, mert ugye itt voltak. Akkor összejártunk, ugye ott találkoztunk Radváncon, az édesanyja lakásán. Szóval, és ez minden, hát öcsi bácsi az nagyon lelkes volt, és ő olyanokat nekünk mondott, jaj, nála gyülekeztek, én akkor már nem, mert én már asszony voltam, de fiatalok, ilyenek, mint például a Perduk fiúk, meg más gimnazisták, igaz, Pali? És akkor ő velük beszélt, őket tanítottam magyar iskolában, mert már akkor a magyar iskola működött. Jártak hozzá, összetartotta, és adta nekik a reményt, hogy ez lesz a görögkatolikus minden. Mi, görögkatolikus papok, 127-en tagadtuk meg az aláírást. Néhány papunkat pedig még 1949 előtt meggyilkolták. 130 görögkatolikus pap sajnos aláírt. Hazajöve azt tapasztaltuk, hogy a híveink egyoldalúan táplálkoztak lelkileg. Ennek az okai között szerepelt az is, hogy a papoktól sokan féltek. Bizalmatlanok voltak ahhoz a paphoz, aki nem került a gulágra. A szabadulásom után én csendben miséztem idehaza. Nehezen éltünk. Az orvosok jó módúak voltak akkor is, mert hát csavarhoz volt, nem? Az egyik fia a fiammal járt valamelyikkel a három közül. Akkor még ötödik nem volt meg. Szóval hazajön az egyik fiam, kerekes orvos fiának az osztálytársa, az apu, te úr vagy? Minden bevezetés nélkül. Te úriember vagy? Úr vagy? Szóval mondok, hogy jut neked az eszedbe? Hát mondom, hivatalosan úr vagyok. Nem igaz. Hogyha nem igaz? Mert Kerekes Feri azt mondta, hogy akinek az apja úr, annak a fia nem éhezik. És az én fiaim egy vékony, margarinos, jó, ez a margarinos, tudom mi az? Na, a szamargarinos kenyér, nem vajaszkenyér. Akkor is éhez. A szovjet időkben titokban jártak hozzám. Pedig még Gorbacsov uralma alatt is minden szombaton ellenőriztek engem. Borgalmas volt. Értsd az orosz tudományhoz? Nem sokat. Igen, de a leprásokat kerülik. Szóval Gorbacsov már András hatalma volt egy éve. És ha még akkor is tiltva volt, hogy
hogy nyilvános helyen Sándorral vagy veled fekete kávét igyak. Mert jelenlétem vallás és magyar nemzeti propaganda. Apám sokat mesélt a lágeri élményekről. Megfigyeltem, hogy azok között, akik megjárták a gulágot, két típust lehetett felfedezni. Az egyik nem szívesen, vagy egyáltalán nem beszélt róla. Minden bizonnyal azért, mert félt, és nem akart még beszélni sem azokról a szörnyűségekről, amelyeket átélt. A másik pedig szívesen elmondta, mit élt át, és milyen volt az a világ, mert nem félt, és tanítani akart. Apám ehhez a típushoz tartozott. Azért, mert szerinte az életben mindenből lehet és kell tanulni. Abból is, ami jó, abból is, ami rossz. 1989-től visszaállították jogaiba a görögkatolikus egyházat. Ortutai Elemér és paptársai ismét hivatalosan tevékenykedhettek. Elemér atya 1989. november 8-án, Szent Mihály ünnepén, Mária Pócson végzett ismét nyilvánosan, teljes papi díszben szent liturgiát. 1991-ben az Ungvári Székesegyházban ünnepelte meg aranymiséjét paptársai, családtagjai, hívei és barátai körében. Az átélt viszontagságokról és a kárpátaljai görögkatolikusságról számtalan írása jelent meg a Kárpáti Igasztó, a Pánsíp, a Kárpátalja, az Igen és a görögkatolikus szemle hasábjain. 1993-ban megjelentette visszaemlékezéseit Holnap is fel kell a nap címmel az Intermix kiadónál. Gyűlölet szívemben nincs senki iránt. Akik megbántottak, nem haragszom rájuk. Nekrászó, aki letartóztatott, mindig a feleségével kora reggel ment a piacra. Ügyláci nyugdíjas volt. Egyszer misézek, csendbe, jön a feleség a kutyával. Kutyát mondja, hogy feküdj. Azt mondja, meghalt a férjem. Otthon fekszik. Azt mondja, tisztemből, eljönne megbocsátani neki a koporsóhoz. Szó neki mondom, hogy 5 perc befejeztem a misét, elmentem. 1997. január 25-én hunyt el Ungváron, életének 81. papságának 56. évében. Temetését 1997. január 28-án tartották az Ungvári Székesegyházban, majd az Ungvári Kálvárián helyezték végső nyugalomra. Apámat nem törte meg sem a láger, sem a 60 fokos kemence, sem a fondorlatos KGB, sem a problémák, ha voltak a családban, az életben, mert hát azok is voltak. Nem törte meg semmi. Isten segedelmével hosszú kort élt meg, és a sors még azt is megadta neki, hogy élete utolsó éveiben, 70 éves kora után újra teljes szívvel és lélekkel éljen hivatásának. Hazajön a fiat. Messze tornyokat látogat sorba, szédül elmosom, lehull a porba, amelyből védetett. Mindig elvágy és nem menekülhet, magyar vágyakkal melyek előnek, s fölhorgadnak megint. És nem menekülhet magyar
szomorúan magyar. Szomorúan magyar. Jaj, hiába, mint a szándék, százszor földobnád, szél visszaszállni. Százszor is, százszor is, százszor is, végig.